Jó estét kívánok! Önök a Bajnokok Városát, a Fehérvár Televízió sportmagazinját látják. Egy régi kedves ismerőst köszönhetek itt a stúdióban, Gyolcsos Ferencet, a Fehérvár Rögbi Klub ügyvezető alelnökét. Szervusz, üdvözöllek! Hát régen voltál nálunk, de örülünk, hogy újra itt vagy. Köszöntelek a stúdióban. Köszöntöm a kedves nézőket. Hát föltetném a kérdést, hogy mi újság veletek. Ugye a Fehérvár Rögbi Klub most már nagyon régóta két szakosztállyal működik, ugye mi az egyesület nevében is benne van, ugye a rögbi mellett a súlyemelés is ugye egyre sikeresebb, mint szakosztály. Kezdjük is talán velük, hiszen a 2018-as esztendő is nagyon sikeres volt a számotokra. Hát már csak azért is, mert ugye ne felejtsük el, hogy te is ugye aktív súlyemelőként veszel részt az egyesület munkájában. Hogy sikerült a 18-as esztendő? Hát a súlyemelő szakosztály nagyot lépett előre, ugyanis van egy ilyen abszolút szakosztályos rangsor, hát ez nagyon mérhető, az elért világversenyeken elért eredmény, országos bajnokságok elért pontok, helyezések, stb. És ennek természetesen van egy ilyen minősítési táblázata, és mi a 19. helyre léptünk el, tehát az első harmadába foglalunk helyet jelen pillanatban a súlyemelő szakosztályunk az országos szakosztályi listán. Két versenyző indult az országos bajnokságon, és természetesen a kiemelt versenyek helyezései, a master eredmények és az utánpótlás versenyzőink eredményei számítanak ebbe az úgynevezett szakosztályi rangsorba bele, és ez egy egész rendkívüli, hát ez Bakos Károly munkájának köszönhető. Aki szintén maga is egyébként, ugye indul rendszeresen Masters versenyeken. Igen, az M75-ös kategóriában Barcelonában a harmadik helyen végzett. Hát most jelen pillanatban... A világbajnokságon. Igen, a világbajnokság, Barcelona világbajnokságon, és hát de jelen pillanatban nem tud jönni, mert hasonlóképpen, mint az egyesület jelentős számú játékosa, épp egy kis influenzával küzd. Akkor jobbulást kívánunk neki. És hát ugye a szakosztály, a súlyemelő szakosztály másik húzónevű, ugye Bodiszabó Katinka, ő is szép eredményeket érte a tavalyi esztendőben. Ugye őtőle megszokhattuk, hiszen ő az Európa és világbajnokságokon, szintén a Masters kategóriában rendre ott végez az elejében. Hát igen, most a barcelonai világbajnokságon a második helyezett lett, azt megelőzött első lett, de az Európa bajnokságot azt szintén megnyerte, és itt a sokkal értékesebb a szakosztályi pontverseny, hogy negyedik lett a felnőtt országos verseny kategóriába. Ami fontos, hogy a súlyemelésben most súlycsoportváltás van, tehát több súlycsoport megnövelték a súlycsoportok számát, és ez még inkább esélyt ad a későbbi szereplésekre, a jó szereplésekre. Mennyire könnyű vagy nehéz megszólítani akár a fiatalokat a súlyemelés kapcsán? Ugye Magyarországon ugye volt egy időszak, amikor nagyon-nagyon népszerű volt ez a sportág az utóbbi években, mintha ha csak a létszámot nézzük, egy picit megtorpanni látszana ez a dolog. Vagy nem tudom, te, aki jobban benne vagy, hogy látod ezt a sportának ezt a fajta helyzetét? Hát arányaiban nézve, aki súlyzóval végzi tulajdonképpen ugyanazt a munkát, és mindegyik a súlyemelésből nőtte ki magát, csak hogy azok üzletágat építettek rá, a sok más ugyanúgy szakítás, lökés gyakorlatokat végeznek a többi sportágak, az a népszerű. A súlyemelés, mint tradicionális és hát a legelsők között lévő sport, az kevésbé olyan, hogy is mondjam, népszerű. Épp ezért nekünk menni kell népszerűsíteni. Holnap pénteken például a Váci Mihály szakgimnáziumban fogunk egy egész napos súlyemelő bemutatót tartani. Természetesen azt a korosztályt célozzuk meg, ami nekünk hiányzik, tehát a 16 és 18 év közötti korosztályból gyakorlatilag egyetlen versenyzőnk van, a Bardóc Attila, aki jelen pillanatban az országos ranglista harmadik helyezettje, de további versenyzőket kívánunk toborozni, ugyanis minden egyes szakosztálynak és egyáltalán egyesületnek a célja, hogy növelje a tehetséges és szorgalmas játékosai versenyzőinek a létszámát. Mire számítasz ezen a holnapi toborzón? Tehát tényleg mennyire egyszerű feladat behívni a sportágba a fiatalokat, mennyire érdekli őket? Említetted ugye, hogy tényleg maga a súlyemelés alapú edzések vagy sportágak száma azért elég széles, tehát nagyon sokan dolgoznak ugye súlyokkal, de tényleg mennyire könnyű vagy nehéz feladat megszólítani őket, hogy gyertek és akkor próbáljátok ki azt a sportágat, amelyik ugye olimpiai sportág.
A súlyemelés ez egy speciális sportág, hogyha azt mondom, hogy 100-ból 2, ha 3 alkalmas rá, hát egy szorgalom, 2 alkati adottság, és egyéb tényezők, amik azzá teszik az embert, ami, tehát nagyon kevés ember alkalmas. Tehát épp azért a súlyemelők, azok, hogy is mondjam, annak van egy misztikuma. Az az a sport, akit nem mindenki csinálhat. De ugyanakkor, aki ezt csinálja, és megvannak a képességei, adottságai, alkati egyéb, ő nála egy mérhető edzésmunkával, egy fokozatos terjedelmű mérhető edzésmunkával egy előre kiszámítható eredményt lehet becélozni, formába hozása, stb. Tehát ebből a szempontból egy nagyszerű sport a súlyemelés. Sok más sportágban, tehát ilyen aciklikus, meg küzdősport, stb. Nem, de ott egyéb dolgok jön, jobb az ellenfél, akkor nem ment kapura, nem ment gór, már elfújta a szél, stb. Nem, a súlyemelés az nem ilyen, itt szigorúan elvégzett edzés munka után jönni fog az eredmény. De viszont azért rettenetesen meg kell dolgozni, többet, mint a más sportban szinte. És a mai fiatalokat akkor mennyi lehet ennek a gondolatmenet kapcsán megfogni őket, hiszen azért az internet és a számítógép, illetve a különböző játékok világából mennyire könnyű azzal kimozdítani őket, hogy hát gyere ide, nagyon-nagyon sokat kell dolgozni, meg még annál is többet, de a végén lehet ebből valami eredmény. Hát ezzel ezt a kérdést az összes sportvezetőnek feltehetnénk az országba, és hasonlóképpen azt fogja mondani, amit én, hogy nagyon nehéz versenyezni ezzel a széleskörű motivációval, ami a sport most már kezd háttérbe szorulni, és minden más előtérbe, tehát az internet, a számítógép, az egyéb szórakozás, és a sport úgy néz ki, hogy lassan ez kezd háttérbe szorulni minden más mellett. Hát ez akkor a ti feladatotok, hogy ez ne így legyen. Ha a 19-es esztendőről beszélgetünk a súlyemelő szakosztály esetében, akkor mik a legfontosabb célok, a legfontosabb versenyek idén? Hát természetesen ugyanúgy meg lesz az ifjúsági versenyeink, ma jelentős számú 9 éves a legfiatalabb versenyzőnk, és az ő korosztályos megmérettetésük, illetve az országos helyezéseiknek a jobb teljesítmény elérése, mondhatnám itt a Bardóc Attilát, akkor a Nagy Ferencet, és természetesen még több fiatal, még 4 fiatal versenyzőnk van, akik szó szerint még az oroszlán körmeiket mutatják, őket szeretnénk egy megfelelő szintre fölhozni, és jó eredményt elérni diák bajnokságokon, és természetesen az országos megmérettetéseken. Ehhez sok sikert kívánok, és hát nyilván be fogunk ezekről az eseményekről, eredményekről számolni, de váltsunk akkor a rögbire, ha már ugye Fehérvár Rögbi Klubnak hívják ugye az egyesületet. Itt ugye volt egy kisebb fajta átalakulás, ugye a női rögbi volt tulajdonképpen az, amelyik az egyesületnek és ugye Fehérvár városának is ugye évrére szállította a bajnoki érmeket, és ugye nagyon sok válogatottat adott a címeres mezbe. Itt ugye volt egy pici átalakulás, a legjobbak elmentek külföldre. Mi a helyzet most a női szakággal? Hát ezt újra fel kell építeni. Az irébb valóban jól mondtad, tehát a szegedi Európa-bajnokságon 6 fehérvári nevelésű játékos szerepelt a válogatottban, tehát a fele. És hát Gyolcsos Mária a Premier Ligában játszott, Huszti Katalin, úgy tehát mindketten válogatottak voltak, mindketten ebbe az évbe letették a válogatott, hogy is mondjam, a címeres mezt, ők már nem szerepelnek, és Huszti Katalin, a Medvéknek a vezetője, a budapesti Medvékik jelen pillanatban vezetik a bajnokságot, és van egy Sándor Sáránk, Vejlond Fruzsinánk, akik úgy szintén kerettagok voltak, de van egy Pap Helgánk, aki Brisbaneben, Ausztráliában röbbizik, a Jakab Zsuzsi Münchenben röbbizik, a Kisfanni pedig Manchesterben röbbizik, tehát ebből ha csak egy-kettő játékos egyszer szerepelne, akkor toronymagasan vennénk a Medvéket, de a legutolsó női fordulón, egy tornarendszerű bajnokságban zajlik a női forduló, a második helyet sikerült a tornán megszereznünk, tehát sikerült megvenni a Medvék kivételével az összes csapatot. Ezt főleg úgy értük el, hogy a fiatalabb játékosokat följebb játszattuk, természetesen aki a korosztályba beleillik és megfelelő,
és ezek az U16-os kislányok, Olá Dorottya, Kisvirág, akik gyakorlatilag egy fantasztikus jó teljesítményt nyújtottak a női csapatban. Pont azt akartam kérdezni, hogy milyen egyébként az utánpótlás, tehát mire számíthatunk a következő esztendőkbe, visszatér-e mondjuk az az aranykor, amikor tényleg egymás után nyerte a Fehérvár Rögbi Klub női csapata a felnőtt női bajnokságot. Van erre esély, mennyire erős tényleg az utánpótlás? Hát az utánpótlás jelen pillanatban vezeti a magyar bajnokságot, hát és itt is kell majd toborzás, mert egy korosztály hiányzik, egy születés év szó szerint, tehát ez majd a tavaszi, amikor elolvadt, ahol akkor toborozzuk a rögbi játékos hölgyeket, fiúkat, és hát onnan hiányzik egy néhány játékos még, akit még be kell csalogatni, akár más sportágakból, akkor abba hagyta, lehet az kézilabdás vagy kosárlabdás válcsi, nincs már motiváció, azokat szívesen várjuk a Fehérvár Rögbi Klub rögbi csapatába, női rögbi csapatába, és természetesen van egy U10, U12-es korosztályunk, akik szintén szerepelnek a bajnokságban, nem hivatalosan, csak természetesen be vannak sorsolva az időrendbe, és ott vívnak kőkemény mérkőzéseket. A fiúknál mi a helyzet? Ők hogy állnak? Ugye ők egy pár év ezelőtt fölkerültek az NB1-be. Igen, a fiaink, tehát a felnőtt csapatunk a kétkörös bajnoki rendszerbe, a most a felsőházba került, tehát a tavaszi mérkőzéseit a felsőházba játsza. Hát ott ez nagyon erős csapatok ellen, tehát a Batta, Esztergom, Szeged, Exiles, tehát nagyon erős csapatok, de ott bizony nekünk helyt kell állni, és jól kell szerepelnünk. Mi a cél? Hát az elvárásunk az van, hogy ebből az említett csapatokból legalább egyet megverjünk. Természetesen nagyon nehéz lesz még az is. Gondolom most akkor alapoztok, milyen munka zajlik éppen, és hát ugye említetted Bakos Kára esetében, hogy többen influenzásak, mennyire söpört végig az influenza hulláma a csapaton? Hát az utánpótlásnál, a fiúknál U16, U18, U14, ennél a korosztálynál gyakorlatilag a január hónap, mert akkor van a hosszú távú állóképességfejlesztés, ezt meg kell ismételnünk, olyan sok betegünk volt, hogy gyakorlatilag az edzés látogatottság 50% lett. Hát ez nem felkészülés, ezt megbeszéltük a Lán Gábor kollégámmal, az edző kollégámmal, hogy ezt a januárt, ezt az alapozást, ezt újra fogjuk kezdeni. És ugye itt egy pillanatig, vagy egy szóval említetted ugye a toborzást, hogy majd amikor elolvad a hó, akkor neki lehet állni toborozni. Ugye beszéltünk a toborzásról a súlyemelés kapcsán, a rögbi esetében mi a helyzet, mennyire könnyű bevonni a fiatalokat a sportágba, megszólítani őket. Én azt gondolom laikusként, hogy talán könnyebb, mint a súlyemelő szakosztály esetében, hiszen mégiscsak egy csapatsportág, egy hatolyás formájú is, de legalább labdajátékról van szó. Igen, viszonylag könnyebb bevonni a rögbibe, mert az egy olyan sport, hogy ott lehet egy kicsit egyénieskedni, ugyanakkor rettenetesen szigorú csapatjáték, és a közösség az mindig vonzó. Tehát ott, ahol nagyobb tömeg van, oda jönnek szívesen az emberek, és a többsége szinte kivétel nélkül jól érzi magát nálunk. Van egy másik iránya a toborzásunknak, ezek pedig a kihelyezett edzések, Nádas Ladányba, István Királyba, Táncsics Mihály Általános Iskolába, és természetesen itt közelbe Zámojon. Oda kimegyünk, ott megtartjuk az edzéseket, és ezek a gyerekek lesznek későbbiekben a sokkal jobban képzett utánpótlás bázisunknak az alapja. Tehát ezek, akik régebb óta rögbiznek. És van egy nagyon erős és népszerű programotok a kicsik körében, ugye ez a Terem Rögbi Kupa, ennek a hétvégén lesz egy fordulója. Igen, ez a Terem Rögbi, ez egy 4 fordulós, január 12-én az István Királyba rendeztük, és most Velencén rendezik a Csukacsarnokba, szombaton 10 órai kezdettel, bocsánat, az Akárda Csukacsarnok, elnézést, 10 órai kezdettel, és Esztergomból, Pécerről, Fehérvárról, Nádas Ladányból, tehát több, tehát mondhatnánk, ez egy dunántúli régiós, a Pest megyéből is, a Pécer is onnan Maglód, tehát, és a legvégén, a negyedik forduló végén fogjuk hirdetni a bajnokot, tehát mindenki kap egy adott pontot, és aszerint a bajnokot hirdetjük a legvégén, az pedig Tárnokon lesz februárban.
Úgy gondolom, itt azért a szallagos, tehát gyakorlatilag a kontaktmentes rögbit játszák a gyerekek, tehát a szülőknek nem kell megijedni, hogyha most hallják, hogy esetleg hétvégén majd a gyerkőc rögbi tornára akar menni, vagy rögbi kupára. Igen, ez a szalagos játék, ez a teremben játszható, amikor nagy hó van, meg mindenki megfagyna odakünt, akkor ezt a terem rögbit játsszuk U10-től U14-ig bezáróan, és ők vívják a mérkőzéseiket. Nagyon egyszerű a játék, a labdás játékosnak a szalagját le kell tépni, és őneki, akinek letépték a szalagját, az négy lépésen belül passzol a játékostársának, aki letépte a szalagot, visszaadja, tehát lassítják ezt a játékot, és ezáltal amúgy nagyon izgalmas és passzkészségre nevelő, és jó, el lehet ebbe is fáradni, mint a rendes rögbibe. És majd a bajnokság az, vagy hát a szabadtéri rögbi szezon az hagyományosan ugye a fehérvári március 15-e kupával kezdődik, amit teljesen mindegy, hogy milyen időjárási körülmények vannak, mindig megtartjátok. Ugye emlékezhetünk arra, hogy amiket pár évvel ezelőtt az a nagyon-nagyon nagy hó volt, akkor ti akkor is játszottatok. Mit kell tudni az idei március 15-e kupáról, amely most még olyan messzinek tűnik, de hát itt tulajdonképpen amennyire várjuk már a tél végét, ez a bő másfél hónap, ez nagyon hamar el fog szaladni. Én visszatérnék arra az említett március 15 kupára, amikor megállt az élet Magyarországon. 14 játékos mégis kitalált a rögbi pályára, és hát 2x5 percet játszottunk azért, hogy a tradíció ne szakadjon meg. Rendben van, mindenki bement, és akkor azt követően 2,5 órát a lelátón szánkóztak. Majd megettek 15 kiló sütkrumplit, 4 kenyeret, zsíros kenyérnek megfelelően, és 20 liter teját a gyerekek. Tehát úgy meglepődtem ezen, természetesen tudjuk, hogy akkor beállt az egész ország, ő nekik nem, apu, anyu kihozta a gyerekeket, és ment a mérkőzés és a nagy szánkózás. A március 15 kupa az természetesen egy ilyen nyitó az utánpótlás számára, és valószínű, hogy még a felnőttek is akkor edzőmérkőzést terveznek a legvégén, tehát ez olyan reggel 10 órától este 17 óráig beszokott tartani, nagyon sok résztvevő volt tavaly is, és hát gondolom ez az idény is így lesz, kész van a kiírása, neki most már csak arra várunk, hogy elküldjük, jó egy hónap előtte szoktuk körbe küldeni. És mi a helyzet a pályával? Ugye itt volt arról szó, hogy felújításra kerül a Köfém füves rögbi pályája. Erről mit tudsz most mondani? Hát jelen pillanatban az, hogy ez már a városnál van, tehát a város is nagyobb összeget szán a pálya felújításra. A Magyar Súlyemelő Szövetség is hasonló összegbe fogja megtámogatni ezt a feladatot. A pálya meg lesz nagyobbítva, és világítást tervezünk rá, és öntözést tervezünk rá, hogy ne a jóisten locsolja, és ne száradjon ki a pálya, bár a Köfén pálya nagyon jó ebből a szempontból, de ugyanakkor, amikor aszály van, akkor az a pálya kőkemény, egy szó szerint balesetveszélyes, és egy öntöző pálya az kellően művelhető, hengerelhető, hát bizony régebben, hát többször is leírtam, akkori sportbizottságnak, hogy ez egy keresztszalaggyilkos pálya, tehát a nagy fűcsomók egyebek véget, szó szerint annyi sok keresztszalag sérülésünk volt, hogy már a mentőnek nem is kellett sofőr, hogy oda találjon, tehát nagyon sok versenyzőnk sérült ott, vagy azáltal, hogy ez a pálya göröngyös és egyenletlen volt, és ezt a minőséget fogjuk most a városra talán közösen megoldani, hogy ne legyen biztonságos a pálya, szép öltöző, világítással. És akkor megújul a súlyemelőterem is ezek szerint, hogyha jól értettem. Hát az egyelőre nem újul meg. Hát mondhatod, hogy a Magyar Súlyemelő Szövetség is. A Magyar Súlyemelő Szövetség támogat, de ilyen konkrétan létesítményfejlesztésre így nem, minket nem támogatott. Nekünk a legnagyobb problémánk az, hogy nincs akkora termünk, hogy tudjunk rendezni egy versenyt. Tehát egy hazai verseny nélkül egy súlyemelő szakosztály, tehát az 50%-os teljesítményt tud nyújtani, állandóan utazni kell. És természetesen egy hazai rendezésű verseny, hát későbbiekben majd lesz ott lehetőség. Nekem már van elképzelésem ott akár ugyanazon az ingatlanon is, amennyiben a később megszűnik majd ott a nagy kézilabda csarnok, ami helyén parkoló lesz, ott van olyan létesítmény, ahova be fog férni egy olyan súlyemelő konditerem, ahol versenyt is tudnánk rendezni. Ezek
szép tervek, és hát reméljük, hogy nem csak álmok, hanem tervek, és meg is valósulnak. Majd nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon sok sikert kívánok neked személy szerint a 19-es esztendőhöz, mint aktív súlyemelő, és hát természetesen mind a két szakosztálynak, a súlyemelőknek és a rögbiseknek is, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, hogy itt köszönöm voltál. Köszönöm szépen. A mai bajnokok városában, tehát Gyolcsos Ferenc, a Fehérvár Rögbi Klub ügyvezető alelnöke volt a vendégünk. Ez volt mára a bajnokok városa, ezzel a műsorra legközelebb, majd egy hét múlva találkozhatnak. Én köszönöm mára a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!